Aki szeretetek vagytok itt a csendes percekben én Berényi György vagyok, és folytatjuk a szeretet ember Dávidnak az un univerzumával, ahogy ezt elkezdtük. És pont erről szól az egész kijelentés, hogy az egész identitásunknak, az egész lényünknek a lényege az, hogy szeretet emberek vagyunk. Mert úgy szerette Isten a világot, és ebben a, a kontextusban, ebben az igeversben, a János 3.16-ban az univerzum szó szerepel. Úgy szerette Isten az egész teremtett világot, hogy az ő egyszölt fiát adta, hogy aki hisző benne, elne veszzen, hanem annak örök élete legyen. Erről szól a Dávid univerzuma. Erről szól az, hogy az Isten annyira uh, szeret minket, hogy a legdrágábbat nem kímelte. Ezzel szeretnének bátorítani, hogy Dávid életében is megvolt az a pont, amikor az Isten rákapcsolódott az ő szívére, mert Dávid szíve, a szeretett ember szíve megértette azt, megismerte és elhitte, hogy Isten szereti őt. A kulcsigink az 1 13 13.14-ben azt mondja, most azonban nem lesz királyságod maradandó, mert keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr. Ez az ígéret, ez, a, ez, a, ez az ige, nem is ígéret, ez az ige, a Saul királynak szól, Saul királynak van címezve, és ez az a legelső hely, ahol utalás kerül Dávidra. Csak szeretném, hogy megfigyeljétek, hogy nincs benne Dávid neve megemlítve, hanem mint egy olyan ember, aki az Isten szíve szerint van. És a kérdés az, hogy mitől lett Dávid az Isten szíve szerint való? Mert Isten azt akarja, hogy te is az ő szíve szerint való ember legyél. A válasz pedig egyszerűen az, az az ember, aki tudja és hiszi azt a szeretetet, amivel Isten az embert, amivel Isten téged személyesen szeretett, téged személyesen szeret, és szeretni fog, ezért vagy te szeretet, szeretve vagyok, ez a te identitásod, ez, az, ez a hit, ez a kijelentés az, ami a gyökerét, az alapját adja annak, hogy az Isten szíve szerint való ember legyél. Melyik gyerek, hogyha vannak gyermekét, vagy hogyha te magad gyermeke vagy, Nyilván gyermeke vagy, a szüleidnek, melyik gyerek az, ami leginkább a szülőjének, az apjának az én esetemben a szíve szerint van, az amelyik tudja, kérdés és megkérdőjelezés megkérdő nélkül, hogy mennyire szeretem én őt. És hogy az én irántávoló feltétel nélküli szeretetem az mindenre kiterjed. Minden inkább tudja az adott gyermek, minél inkább mi, mint Isten szeretett gyermekei, tudjuk és hiszük ezt a kijelentést hogy Jézus Krisztus miatt, a helyettesítő áldozat, a helycsere miatt ő beállt a mi helyünkre, hogy mi beálljunk az ő helyére, az Isten helyre, Minél inkább hisszük, tudjuk, és ezt az identitásunk részévé tettük, annál inkább az Isten szíve szerint való emberekként élünk. És Nagyon jó ez a kijelentés, ez, ez az igevers, amit amit az úr uh, felhozott, hogy őt tette a népe fejedelmévé. Téged akar az Isten annak a kis birodalomnak, annak a kis világnak, annak a kis, az életnek, annak a kis szegletének a fejedelmévé, az uralkodójává tenni, ahol te élsz, ahol te mozogsz, a, amikor te elhiszed és megragadod ezt, hogy Isten szeret téged. És hogy ő szeret téged. A szeretet nem csak egy érzés, hanem a, főleg az eredetiben a hesed, héber szó, az cselekvő, ajándékozó szeretetet, kegyelmet jelent. Tehát te, aki tudod és hiszed ezt a szeretetet, hogy Isten szeret és ezért cselekszik az életedben, te vagy az, aki igény lett tőle, az ő szíve szerint való emberként, hogy ő legyen az, aki cselekszik a te életedben, és ezáltal cselekszik rajtad keresztül. Pontosan ezért vetette el Sault az Úr, mert Saul a saját maga erejében, a saját maga természetében és testi képességében bízott. És pontosan azért választotta ki Dávidot, a szeretett embert, mert ő volt az az ember, aki az Úrban bízott, aki az Úrban keresett menedéket, aki az Úrban keresett megoldást, aki az Úrhoz folyamodott minden esetben, minden helyzetben. És ezekről tanúskodnak a Zsoltára is. A 23. Zsoltár nem véletlenül mondja ezt. Az Úr az én pásztorom. Ő az én vezetőm. Ő az én támogató. Nem szűkölködöm. Ő vezet engem füves legelőkön, csendes vizekhez terelget, lelkemet felüdíti, és az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. És folytatódik ez a gyönyörű Zsoltár, aminek az a vége, hogy megkeni a fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Minden cselekvés, ami történik, az az Istentől történik. Úgyhogy én megáldalak téged most ezzel, hogy cselekedjen az Isten az ő irántad való Jézus Krisztusban megmutatott feltétel nélküli szeretet által a mai napon is, és élted minden napján. Ő vezessen téged. Így vagytok áldottak.